Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, a parlament most egy fontos figyelmeztetést kapott köztársasági elnök úrtól. Bár mi is azon a véleményen vagyunk, hogy köztársasági elnöknek az alkotmányi bírósághoz kellett volna fordulni ebben az ügyben, hiszen hogyha egy törvény a házszabály megsértésével születik, az nem egy politikai típusú vétót, hanem egy alkotmányos vétót feltételezne. Ezzel együtt is örülünk annak, hogy két év után olyan köztársasági elnöke van Magyarországnak, aki komolyan veszi az alaptörvényben leírt feladatát, és elolvassa a törvényeket, mielőtt aláírná őket. Ezzel együtt is sajnos azt kell mondjam, hogy sem eljárási, sem tartalmi szempontból ez a helyzet nem oldja meg a fő problémákat. Eljárási szempontból azért nem, mert itt tényleg egy egyszerű trükkről van szó. Azt a módosítást, amit a köztársasági elnök kifogásolt, most nem egy egyéni képviselő nyújtja be, hanem a kormány vette a nevére ezt a javaslatot. Ez a javaslat valóban lehetőséget ad arra, és reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni, de mégis mondom, lehetőséget ad arra, hogy egy jogerős bírósági döntést befolyásoljon egy utólagos jogszabályalkotással. Sajnos az is benne van a törvényben, egy másik Lex Rádió, a Dió Rádió esete is, hogy a pályázati feltételek összeférhetetlenségeinek a lazításával egy lassan, több mint egy éve húzódó frekvencia kiosztási pályázatot fog befolyásolni ez a döntés. Ugyanakkor szeretném egyértelművé tenni, hogy az a házszabály módosítás, amit önök elfogadtak, és amik alapján most legalábbis látszólagosan alkotmányos az a megoldás, amire törekszenek, az valójában szintén alkotmányellenes, hiszen ha valaki megnézi, hogy az Alkotmánybíróság milyen indoklással tartotta alkotmányellenesnek az egyházi törvényt, akkor az láthatja, hogy az a típusú zárószavazás előtti módosító nagyipar, amit önök űznek itt már két éve, az az Alkotmánybíróság akkori döntésének a szellemében alkotmányellenes, akkor is, hogyha önök beleírták a házszabályba. Tartalmi értelemben is azt gondolom, hogy komoly problémák vannak. Én már nem is tudom, hogy ez hanyadik média jogszabály módosítás, amit most itt a parlament elfogad, hogy hanyadjára futottak neki önök annak, hogy újabb és újabb lépésekkel maguk alá gyötörjék a magyar médiát, és vegyék el a levegőt a magyar sajtószabadság elől. Ez a javaslat ugyanebben az irányban megy, de készüljenek fel arra, hogy nem ez lesz az utolsó olyan törvény, amikor az Alkotmánybíróság döntésének a hatását le kell vonni a konzekvenciát a törvényhozásnak. Az alapvető jogok országgyűlési biztosa egy kicsit bátortalan indítványában ugyan, de felvetette az alapkérdését a magyar médiaszabályozásnak, amiről továbbra is azt gondoljuk, hogy alkotmányellenes. Ez pedig a médiatanács összetétele. Ez az ősbűn, amit önök elkövettek a magyar sajtószabadsággal szemben, hogy létrehoztak egy a Fidesz politikai érdekeit szolgáló médiatanácsot, amelyet ugyan függetlenek mondanak a kormánytól, mégis erős a gyanunk, hogy nagyon nagy mértékben azokat a javaslatokat, amelyeket most itt meg fogunk szavazni, feltehetően azok egyenesen a médiatanácsból jöttek, vagy hogy elmeséljem újra azt a történetet, hogy amikor arról volt szó, hogy a médiatanács rendetalkotási joga bekerül az alkotmányban, akkor a rendkívül független médiatanács elnöke a Fidesz frakció ülésén győzködte önöket arról, hogy hogyan mi a helyes szavazás, és ebben a vitában sikerült lenyomni az igazságügyminisztert. Na azt gondolom, hogy egy független média tanács esetében ez alig ha fordulhatna elő. Viszont, ha végignézzük a Magyar Alkotmánybíróság korábbi döntéseit, akkor teljesen egyértelmű, hogy az a hagyomány, amit követ a Magyar Alkotmánybíróság, abból egyértelműen kiderül, hogy semmilyen párt vagy társadalmi szervezet döntő befolyást a magyar média irányítására nem szerezhet. Azt, hogy az Alkotmánybíróság eddig az ezzel kapcsolatos beadványokat még nem bírálta el, az nem azt jelenti, hogy nem fogja ezeket elbírálni, és akkor majd újabb alkotmányos pofonba fognak belefutni. Remélem, hogy a köztársasági elnök úr puha vétója azért elégséges lesz ahhoz, hogy önök leálljanak az olyan típusú jogszabályhegesztéssel, amikor az utolsó pillanatban hoznak be érdemi módosításokat. Ilyen szempontból tehát mégiscsak örülünk annak, hogy ezt a vitát újra kinyitottuk, bár az alapvető kérdéseket úgy tűnik nem sikerült megoldanunk. Köszönöm a figyelmet!